Hello, sziasztok! Ebben a videóban meg szeretném mutatni így ezt a két Stuka makettet, amit összeraktam. De ezt raktam össze úgy, amikor még kezdő voltam, így nagyon így elsőnek, és ezt így mostanában. Ez a kettő közt ugye szembetűnő különbség szerintem az, hogy ugye a festés az például ennél, szerintem ezerszer jobban néz ki a festése, mint ennek. Na de beszéljünk kicsit ugye erről az egész folyamatról, hogy ugye amikor ezekbe a kis keretecskékbe beleöntik a neked a formát. És ugye te ezt így kivágogatod, azon úgy semmi probléma nincsen, mert az ember, ha tudja, hogy kell csinálni, már meg benne van, akkor úgy nem probléma, de mutatom azért, itt például itt a hátsó futómű megvan, nem tört le, mert eléggé jó volt a műanyag. Itt viszont ez a korma, hát ez a, hogy is mondjam, ez a középső vezérsíknak, vagy ennek a középső kis szárnynak a bovden része, ugye az, ugye ennél nem csináltam meg, de ennél itt van, meg van csinálva cérnából. Ez onnan csatlakozik ide. És ugye amikor ugye pedált így csúsztatták jobbra-balra, ugye akkor fordult az a kis lapátot jobbra-balra. Itt ennél sokkal normálisabban ki tudtam hozni, de viszont itt letört a hátsó futómű, mert olyan gyenge volt a műanyag, de hát, hogy maketteztem már, egy jó pár makettem van más srácok, de ez valami borzasztó volt. Nagyon szépen össze tudtam viszont hozni a festést, szerintem. De a kettő közt azért úgy vannak azért szembetűnőbb különbségek, de hát, hogy ez valami borzasztóan néz ki, szerintem. Lehet, hogy én ezt így nem merném elvinni kiállításra, ezt viszont még úgy talán. De itt is mutatom, hogy ott például a döntés hiba miatt nem illeszkedik rendesen a kabinüveg. Lehet, hogy ott vagy valami tömítést csinálok én, vagy nem tudom, még majd kitalálom. De szerintem ezt, hogyha még így is hagyom, hát nem tudom, majd még kitalálom ezt, de itt egy futószánt kellett csináljak, hogy valahogy azért mégiscsak kinézzen a dolog. De különben meg egy borzasztó dolog, srácok, amikor vesztek egy szettet, és nem cserélik ki az öntőformát, de hát, hogy ez, srácok, megmondom őszintén, hogy vannak eléggé drága pénzekkel makettek. Ez nem volt valami túl drága. De az általában a pénztárca meg, mert hogy ugye az, hogyha jót akarsz csinálni, akkor ez megköveteli a pénztárcádból a forintjaitokat, mert egyszerűen borzasztó öntéshibákkal van ez a makett, tehát hogy annyi öntéshiba volt benne. De hát, hogy ennél azt hiszem a száj nem akart beugrani a helyére. Ja igen, nem emlékszem, és a száj nem akart beugrani a helyére. Itt a hátsó futóműnek a műanyag öntvénye jó volt, viszont ez a kis rúd, ami kijön innen, ugye ami ennél is ugyanígy itt van, és ugye ide, innen jön ez a bovden, ami mozgatja hátul, ugye, amit, mint mondtam, ugye ezt a kis kormánylapátot. Lehet, hogy ugye volt valami pedálben, és akkor azt így tolta jobbra, meg balra, ugye akkor így mozgott az egész. Nem, amúgy rém egyszerű repülő volt ez a maga korában. Így nem, tényleg nem volt nehéz kezelni az egészet. Azt mondták. De mindegy, de most itt visszatérve egy makettre, tehát hogy srácok azért. Nagyon, én úgy döntöttem, hogy azért érdemesebb megnézni videókat, hogy hogyan építik ezeket meg, mert most mutatok nektek még egy borzalmat mindjárt. Ezt visszatesszük a helyére, a többihez. De például ennél is elrontottam a festést, meg ennél is. Mert mondjuk sok páran azt mondtak, hogy egész jó volt, lett, jóra sikerült. Ennél nem akart beugrani a szárny. Ugye ez revel, revel, revel. Hobbyboss, Revel, ez mondjuk egy jó set volt ez a Messerschmitt. Ez is úgy aránylag egész jó, mondjuk itt is azért, hogy kívánnivalót maga után egy-két dolog. Csak én most mutogatom, hogy mik vannak. És akkor itt van ez egy Focke-Wulf.
Aztán hát ugye ő nem revelő, viszont már árfix. De sokkal, tehát egy sokkal szebbet ki lehetett hozni, mert egyszerűen az embernek az idegrendszerét nem gyilkolta ki az, hogy az egésznek a foganatja, hogy ő most makettezni próbál az illető, és gyilkolja az idegrendszerét az, hogy a minőség, hogy mivel dolgozik, az nem jó. Na, csak így megmutatom itt is egy-két dolgot, hogy ezek már mind ilyen harckocsik, meg tankok. De itt ugye ez a R75-ös BMW-szett, ez Italeri, ez kicsit törékeny volt, de kell odafigyelésre, tök jól építhető volt. Ő meg Trumpeter, hoppá. De szerintem azért ez is egy elég jól meg lehetett építeni, viszont a Trumpetertől, amit én nagyon szerettem építeni. Hallj meg, Jóska. Igen. Na ez a baj, hogyha üveg vitrínbe teszed, mert csúszkál. Na. Ez a roham típus, ugye ez, ő a Strom Tiger. Ezért megnézitek, tehát hogy aki már benne van. Nem, meg itt egyszerűen annyira jól meg lett csinálva, mozog a tarack is rajta, az egész nagyon szép, részletes. Hát ezekből se gyártottak valami sokat annó, de csak itt van ugye Tigris egy. Ez, na mondjuk ez is amúgy nagyon, nagyon szépen lehetett vele dolgozni. Akkor ott a Jak Panther egy, ugye őt építettem még meg, ugye ott van Tigris, mert ez a szürke. Ez is gyönyörűen lehetett dolgozni. És akkor ugye ez a Ferdinand, és mondjuk azért itt ez Trumpeter volt, az ő hagyott némi kívánnivalót maga után, viszont most mutatok egy kis meglepetést nektek, ugye ez a Stug is. Trumpeter, na, de ő. Bármi meglepő, de a kis Panzer 2-es azért ez Revel, gyerekek. És meg, hát igen, mert ugye azt mondják sokan, hogy legalábbis nem az, hogy én gondolom úgy, hogy talán a Revelnek jobban megy ugye így a ezeknek a tankoknak a legyártása talán, de azért itt is mondjuk ezt nem azt a Panzer 2-est tök szépen lehetett építeni. Ellentétben más makettek. Nem tudom, nekem amikor ez a Stuka az egy nagyon régi kiadás. Lehet, hogy hogy is mondjam nektek, hogy nem fogsz leesni? Köszi. Igen, most egy kicsit így felfordulás van, mert nemrég fejeztem be a makettezést, aztán itt most minden kicsit szét van. Na, de hát, hogy ugye itt az egész, hogy itt van ez a öntőkeret. Nem szoktam kidobni, mert ha a diorámát építetek, akkor ilyen farönköket, ilyeneket tök szépen meg lehet belőle csinálni, meg amúgy minden mást is. Na de most én mondok nektek egy olyat, mindjárt meg is mutatjuk. És itt van a szintén egy Tigris 1-es, de hogy látszik rajta, hogy nagyon, nagyon nem lett ez befejezve. Ugye? Na most ez kérlek szépen, srácok, ugye van egy ruszki gyártó, orosz, vagy ruszki, ki hogy mondja, a Zvezda. Na, az oroszok azért hogy a műanyagiparjukról nem igen híresek, vagyok az Zvezdát is dicsérik, meg szidják is, ugye ez ilyen vegyes felhozatal, de az, hogy amikor ezt így összekombinálták a Revellel, ugye, ez a torony, az gyönyörű szépen ki van dolgozva, szerintem, tök könnyen lehetett építeni. Aha, csak ugye, a szisztéma azért problémákat okozott, mert nyeklet, nyaklat, tört az egész, meg minden. És hát most itt van, és várja ugye jobb sorsát, hát ha bekerül valami diorámába, majd én még azt kitalálom. Kicsit még visszatérünk ide a kicsikét a kis vitrinhez. Itt van egy Fokker. Srácok, ez még szintén még akkor ugye még kisebb voltam. Jó, hát mennyi lehettem, egy ilyen 9-10 éves, amikor ezt így megkaptam. Aztán ez így elárválkodott így a padláson,
lehoztam, és akkor így rendbe hoztam, de hogyha szeretnétek, akkor erről is lesz egy külön videó, hogy ez hogy nézett ki, mert annak lefotóztam, de borzasztó különben. Milyen állapotokban volt ez a szerencsétlen. De... azért... ezzel nem is tudom már milyen szett volt. De... úgyhogy... az itt a lényeges, srácok, hogy tényleg nagyon nem mindegy, hogy mit választatok meg, mert jó kis hobbi mellett vele lenni azért úgy az ember, hogyha pláne, hogy olyan vagy, hogy nagyon szeretsz így bütykörészni dolgokkal, szerelgetni, rakosgatni össze dolgokat, akkor tök jó kis hobbi ez, csak azért úgy néha, hogy ilyen kívánnivalókat maguk után úgy egy-két dolog, de hát, hogy most tényleg, hogy építi az ember ezeket, hogy áll neki, mennyire tudja a menetét a dolgoknak, de nem tudom, hogy mi volt ezzel a stukával, de valami borzasztó volt. Tehát, hogy úgy kezeljétek a srácok, hogy mondjuk ott látjátok az orrára is egy kicsit vastagon vittem fel a festéket, de úgy kezeljétek el, hogy volt a rotor, volt a motor, és hogy ezt bele kell raknod az orrába, ilyen kis térbe. Csak ugye megint ugye kiütöttek ezek a gyártási hibák, és ugye próbáltam így a rotort rárakni, nem akart rámenni, és kiugrott a motor így a helyéről, így felugrott, és előtte a motor eztetőt, na azt meg egy hétig keresgéltem itt, mire meg lett. Szóval úgy problémás azért egy-két dolog, na meg most itt mutatok még valamit. Csak hogy azért így legyen egy nagy ágyú is, Focke-Wulf C8-as Condor, hogy ez egy hatalmas nagy makett, tehát hogy a vitrénbe is csak így fért el, meg ide alulra, mert itt volt helyem, de egyszerűen mondjuk ezt talán Peter, és elég szépen lehetett vele dolgozni, még csinálgatom, mert azért vannak hibái, amik nekem úgy nem tetszenek, mert még nem raktam össze, de ezt viszont egy tartóra rá kell helyezni, és szintén nem lesz ebből egy rossz makett. Ja, meg itt most megmutatom ezt is nektek, hát ezt, gyerekek, ezt én imádtam összerakni, de hát, hogy ez annyira egyöntetű, egyértelmű volt a dolog. Mondjuk itt az a baj, hogy egy kicsi makett, gumilánc talpat kapsz hozzá, de hát, hogy ez nem lesz egy hosszú életű dolog elvileg, de ott van 3D nyomtatásos technológiák, akkor elvileg lehet rárakni majd. Ha 3D nyomtattatok, esetleg egyet vagy kettő pár lánctalpat hozzá, attól függ, melyik adja meg magát előbb, de szerintem én majd, ha erre kell a sor, akkor így duplán rá rakom. Hát, hogy mind a kettőt megcsináltatom, de ez egyszerűen, gyerekek, ez ilyen borzasztó egyszerű volt, jók voltak az illesztések, de hát hogy nagyon-nagyon sokat számít, hogy tényleg milyenek az illesztések, mert hogyha nem jó az a makett, amit megveszel, meg gagyi, akkor abban nem nagyon fogsz tudni szépet kihozni. Nem tudom ki, hogy van vele nekem, így ennek eleve ennek a tanknak a formája, ennek a rom lövegnek a formája, az annyira jellegzetes, annyira ilyen kis aranyos, hogy úgy mondjam. De szerintem tök állat. Nézzétek meg, most ide lerakjuk. Ilyen kis lapos. De hát, hogy e fölött azért, hogyha messze is volt, nem is látták pontosan, hogy honnan lő, akkor azért el lehetett fölött lőni bőven. Na mindegy. Hát, hogy csak így ezt meg akartam mutatni még nektek. Aztán mondom így, hát, hogy mondom, hogyha akartok erről a Focke-ről videót, akkor basszassatok egy-két lájkot azért így a videóra. De lehet, hogyha összegyűlök, most mondok valamit, egy számot, egy 20 lájk. De meg is oszthatjátok videóimat, lehet, hogy 20 darab lájk összegyűlik. Akkor csinálok erről a Focke-ről is videót. Na, sziasztok!